kérdéshez. Köszönjük, kedves Gábor, ha tudsz maradni, kertész előadását. Tanultuk, hogy a magyarok őshazájából, amikor eljöttek a törzsek, akkor hoztunk egy szöllőt, a noha szöllőt, és a margaréta virágot. És ez a virág, és ez a szöllő addig van ültetve a Fekete-tenger mellé dél felé, ahol a kurdok élnek, nyugatra pedig idáig Magyarország, ahol van a Pannon-medencé. Tehát legvalószínűbb, hogy a kurdok annak az öt magyar törzsnek az utódai, akikkel együtt jöttek a mi őseink erre. Na most ez az éntai kollégám, vagy ismerősöm szavaidnak, amely végít, amit itt bevégezte, és hát méltatlankodott a magyarországi helyzetről. Mik ugye Zombor közelében laktunk, ott kezdtünk átjárni Magyarországra, Baja környékére, és csak csodálkoztak a bótba, még amire mentünk, hogy Zomborból jöttek, ezt ilyen jól beszélnek magyarul. Hát mondom, itt az iskolában nem tanulják azt, hogy ott lent magyarok is vannak. Nem, ilyesmiről nem. Aztán, mikor át kellett ide menekülnünk, hát mit vettünk észre? A magyarnak nagyobb ellensége irigy rá, mint ott a szerbek a magyarra. Hát mi a fene van, elkezdtem én kutatni, figyelni, és valóban ez a politika Rákosi és Rákosi utáni politika végig, ez mind olyan kommunista zsidó kézben volt, és azoknak pedig az volt az érdekük, hogy a népet egymásnak ugrasztani. És az itteni magyarok, ha meglátták, hogy a szomszéd ablakot cserél, akkor már az érítségtől hasmenést kapott egy hétre. Ha ilyesmit meglátott egy délvidéki magyar, hogy nézd, a szomszédok ablakot cseréltek. Mit csináltak? Dohánt. Mekkora volt nekik? Hát negyed hold. Tudod, mit az, hogy bérelünk, mi kis védet csinálunk, fél hold dohánt, azt csinálunk ajtót is. Tehát itt el lett rontva, és ez az irítség itt Magyarországon, sajnos ne vegye magát senki sértve, de nagyon nagy még ma is. Egymással a magyar nem tud összefogni. Itt van, mikor a 2000 után, mikor Viktorékat leváltották, és behozták megint ezek a zsidó politika, a Gyurcsánék, hogy akinek paprikája van, és hogyha a testvér mindenki segíteni a paprika szüretbe, az be kell jelenteni, mert az adó alá esik, a segítség. Ha disznótorba hívom a rokonságot, akkor szintén. Hát ilyen hülyeségeket, mikor csinált ilyesmit Tito? Én Titónál nőttem föl, mint magyar, mint elnyomott ember, de nem voltam úgy elnyomva, mint itt, amit csinált a magyar a magyarral. Nem tudom, no. No most a másik. Itt, amit én írtam könyveket is. A mi Viktorunk, én így mondom, igen tisztelt Viktor úrunk, átjárta, amint a szó is volt róla, a világot, hogy emberek a legfejesebbek, hát csináljatok már békét, hát ne ölje egymást az ember a semmié itt Ukrajnában, ami végezvény. És ugye néztem a híreket, az oroszoknál biztos, hogy tolmács által beszéltek. Kínában úgy néztem, hogy angolul beszéltek, mert a Viktor is úgy érzem, hogy perfekt tud angolul. Amikor elment Amerikába, hát ott persze, hogy angolul beszéltek. No most, föl van már fedezve olyan 200 éve az eszperantó nyelv. Én az én könyveimben mind a három kötetben ezt idézem, hogy valakik próbáljanak meg segíteni, és
a nyelvészek csináljonak már vagy egy olyan angol nyelvet, ami hát tényleg megfelelő, én ott leírom, amiket én hibákat látok, vagy csináljanak egy vegyes valami nyelvet, és tanulja azt mindenki. Már amikor valaki a 8 osztályt bevégezte, 8-ban azon a világnyelven kell, hogy levizsgázzon. Középiskolák azon menjenek, egyetemek minden világszerte. Mert még nem kezdünk el egymással beszélgetni, mi emberek. Bár beszélgetni, addig ne akarjuk azt elképzelni, hogy nem lesz háború. Ez másképp nem lehet. Na most én velem történt egy külön eset, 2018. február 14-én, benne van minden három könyvben. Hát, hogy mondjam, katolikus szellembe írom a könyveket, de a katolikus egyháznak is sok a hibája. És hát ezt javítgatom ottan, azt írom benne egy alkalomban, hogy amikor egy lelkész nagyobb vizsgát tesz, mondjuk teológiából, akkor a másik lelkész azt magázza, mert nagyobb a tudása. Ugyanakkor az atyát, mert Jézus úgy mondta, mindannyian tegezzük, pedig az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Úristennek, annak van a legnagyobb tudása, azt mégis tegezzük őket. Ebbe a mondatnak a másik felébe, a jobb kezem tűnét a bugykőtő, jött egy meleg sík végig a kis ujjam felén, majd a másik felén, majd megint innét, mikor a hosszú ujjam közepén volt, akkor mi elkaptam a kezem és fölugrottam az írógéptől, úgy önkéntelenül, még kettő jött, és a mutató ujjamnak is az első felé, akkor megállt. Nem volt a se sütős, se égetős, csak olyan meleg, olyan finom meleg, olyan valami 50 fok körül, vagy így valahogy. Fogtam ott egy darabig, és az elmúlt utána. Akkor leültem, és még a mondatot bevégeztem, leírtam a többit. No most ez egy olyan mondás, amit azt mondják, hogy hülyéskedik. Hát én magam is abban voltam, hogy ez most mi volt. Én Isten is ugalatnak tartom, és hogy most igazat mondok, minden ember, már ma is áldoztam, a misén voltam a Mátyás templomban, és minden embernek az az érdeke, a célja, hogyha már meg kell halni, de akkor bár a mennyországba jussak. Ha mégis érdemlem azt, hogy a mennyországba jussak, és ha ez nem igaz, akkor ezért ne jussak oda. Mert ez igaz. Na most mámma, amikor az áldozásnak vége volt, és a misének vége volt, nagyon csodálkoztam, hogy kinyissa a szentségtartót az atya. Mert persze, rövid szentségimádást tartottak ott elő. Ezt nagyon szépnek tartottam, mondtam is neki, mert aztán bementem hozzá, hogy ezt az 5. kötetemben meg fogom írni. De mondom, azért jöttem be most magához, ketten is itt áldoztattak, miért nem áldoztatnak két színbe, kenyér és bor. A mi plébánosunk, de lehet, hogy 10 éve, de nem biztos, hogy 10 éve, minden alkalommal ott nálunk két színbe áldoztat. Hát, mert nem kötelező, meg az külön gond. Nem gond, jöjj nekem oda a telecskára, ott Bázsula falvára, majd az atya megtanulja, hogy kell fogni a kelyhét, meg az ostyatartót, és lehet. Hát erről beszélgettünk az atyával ott a röviden, aztán kinyitottam neki ezekből a könyvekből. Na most én amit akartam, a világnyelvet, az, ahol módunk van, meg kellene kérdezni valami illetékeseket, hogy mi lett eltemetve az eszperantó. Az 50-es években, 54-ben, akkor jártam 4. osztályba. Akkor már kezdtünk tanulni az eszperantóból valamit. Mikor már Kató járt iskolába, 7 évvel később, ő alig, hanem az eszperantóból nem tanult már semmit.
Miért lett az a nyelv eldobva? Nem tudom. Nagyon sok téma volna még, amit mondhatnák, de nem akarom föltartani ezzel magukat. Akit különben érdekel, amit csak lehet a könyveimbe beletettem, leírtam. Na most, aki nem is olvassa el azokat, mert nem mindenki szeret olvasni. Egy nagy hiba van, de azt a Gábor úr is leírja az ő második kötetébe. Az álomadósság. Hát ez egy egetverő disznóság, csalás. Ilyen nincs. Álomadósság. Tehát öregapám földvette az adósságot, az unokák majd kamatostul fizetik. Hát ha elitt az öregapám, akkor nem kaptad vissza. Ha nem itt el, akkor ott van a vagyon valami, de ezt az öregapám kell, hogy visszaadja, nem én. Ez egy alapvető csalás. Ez a szabadkereskedelem. Ez meg megint. Összefognak szépen a kereskedelmet állami kézbe venni, és nem majd itt nagy német, meg kínai bótok gyűnnek Magyarországra, Szerbiába. Kereskedelmi láncok, az árakat verik le egymás után, a termelőnek még alig fizetnek valamit, az is alig tud megélni, ők meg hasznulnak. Ezt kérem szépen állami kézbe venni, épp úgy, mint a kommunizmusban is volt, és az államon köröztül vezetni a gondját a nép ellátásának. Na hát én ezt többfelé leírkálom, meg itt a rendőrök is azt mondja, hogy figyelünk, meg őrzünk. Nem. Nagyon kellene úgy, mint a tollas rendőrök is, amikor látták, hogy itt egy rövid intézkedés, egy rendes pofon többet ér, mint egy bírósági tárgyalás. És mindjárt hamarabb rend volt. Kell nekik adni jogot, hogy intézkedjenek is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ha esetleg van valakinek valami kérdése, hát állok elébe. Különben hát ott itt vannak ezek a könyvek. Van kérdés? Gábornak mi a véleménye arról, hogy volt-e kommunizmus? A katonaságnál azt mondták ilyenkor, hogy nincs és nem is lehet. Nem tudom, emlékszünk-e rá, akik voltak katonák. Feri bácsinak én nagyon szépen köszönöm, amit ő elmondott ezt. Azért is nagyon fontos számunkra, hiszen mi is itt lakunk a délvidéken, csak mi nem az elcsatolt részén ennek a délvidéknek, hanem a Gunyhatáron innen vagyunk. 8 kilométer. Valaki azt mondta az előbb, hogy mondjam el, hogy mi a véleményem. Hát nekem az a véleményem, hogy nem volt rendszerváltás. Itt nem rendszert váltottak, hanem birodalmat. Igen. Ugye a keleti primitív birodalomból átvittek bennünket nem igazán erőszakkal, hanem manipulációkkal abba a nyugati pénzdiktatúrába, amely felváltotta a proletár diktatúrát. Tehát a proletár diktatúrából lett egy pénzdiktatúra, és nem tudom, vannak akik emlékeznek még rá, hogy mit mondtak az elvtársak annak idején, hogy az proletár diktatúra, de népi demokrácia. Igaz? Ezt mondták? Így van. Na most, ez nem népi demokrácia, hanem lobby demokrácia. És kik a lobbisták? Hát a politikai elit tagjai, a párttagok, főleg a pártvezetők, a káderek, a médiának a különböző bedolgozói, ugye a média munkások, milyen szépen mondják, hogy média munkások, akik nem csak hogy egy önkontrollt, egy öncenzúrát gyakorolnak, hanem kifejezetten tudják, hogy mit kell az éppen adott vezérkarnak, és hogy mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali az a vezérkar, de hogy globalista a vezérkar, az szinte biztos. Az a kicsi, amivel Orbánék ellenállnak ennek a globalizmusnak, azért piros pont jár. De amivel kiszolgálják ezt a globalizmust, azért nagyon sok fekete pont jár. Nehéz, hogy is mondjam, reálisan látni, hiszen
A hátam mögött nincs titkos szolgálat, nekem nem adnak le nap mint nap jelentéseket, hogy most a világ ezen részén, meg azon a részén milyen mozgások vannak, milyen háttér politikai, gazdasági mozgások vannak. De nem kell ehhez titkos szolgálati jelentés, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi lehet az oka annak, hogy a legjobb magyar termőföldet Debrecenben, vagy akár itt Szegeden, a rókosi fekete földeket emberek odaadják a kínaiaknak. Illetve kicsit árnyaljuk ezt a mondatot. A földet nem adják oda, azt kitermelik, azt eladják, hanem azt a területet adják oda, hogy betonozzák le, hozzanak létre gyárakat, és mi biztosak lehetünk abba, hogy azok a gyárak nem lesznek környezetszennyezők? Mert én nem vagyok benne biztos. Sőt. És nem emlékeztet bennünket az a mondat, amit az általam sokáig nagyra becsült Szijjártó Péter mond, de rendszeresen akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk. Nem emlékeztetett bennünket arra, amit Rákosi mondott, hogy a vas is acélországa leszünk. Tényleg nem emlékeztet bennünket rá? Én vidéki parasztgyerek vagyok, mindig elmondom, jó, elvégeztem egy egyetemet. De hát azon az egyetemen szegény apámnak volt igaza, amikor felvettek és mondta, hogy nem vagyok büszke kisfiam rád, hogy felvettek az egyetemre, mert te még nem tudod azt, hogy amikor bemégy az egyetem kapuján, akkor megvan a józan paraszti eszed, és amikor 5 év múlva kijössz, akkor az már nincs meg. Átalakítanak. Észrevétlenül átalakítanak majd az egyetemen. Milyen érdekes az életén. Azt gondolom, hogy drága jó apám lenéz az égből, és hallja, amit mondok, akkor meg kell, hogy állapítsa, hogy hát ez az egy jóslata, ez nem jött be. Az a jóslata viszont bejött, amikor mondta, és amit én nem hittem el neki, hogy kisfiam, nézd meg, ez a szocialistának hazudott rendszer tönkre fog menni. Nézd meg, hányan állnak ott a gödör szélén? 8-an. Hány van bent a gödörbe, aki ás? 1. Tönkre fog menni, kisfiam, itt a bizonyíték rá, látod? Ez a szocialista munkamegosztás. Na persze, aki elolvassa Borvendég Zsuzsa könyveit, az tudja, hogy mi volt a szocialista munkamegosztás. Hogy a külkereskedőink hogyan tették tönkre a magyar államot. Hogyan vásároltak fel az arab államoktól olajat, és hogy adták el olcsóbban az Amerikai Egyesült Államoknak. Zsuzsa gyönyörűen leírja ezt, úgyhogy én nagyon javaslom mindenkinek, hogy Zsuzsa könyveit olvassa el. És itt most a végén legutoljára, de nem legutolsó sorban, csak legutoljára Kovács Jani barátomat kérném ide a mikrofonhoz. Ő egy kicsit a nemzetegyesítő mozgalomról fog beszélni, és ez azért nagyon fontos, hogy bár nagyon kevesen vagyunk most már, de meg kellene értenünk. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom mindig a miép és a Jobbik sorsára fog jutni. Egyedül. De ha meg tudná választani azt a szövetségest, aki esetleg meg tudná mozdítani azt a társadalmi egyharmadot, aki azt mondja, hogy nekem nincs pártom, én nem megyek el szavazni. Ha meg tudnák ezt a szövetséget, létre tudnák hozni, ahogy a Fidesz-KDNP. Van KDNP, már bocsánatot kérek. Mennyi? 30 KDNP-s létezik ma Magyarországon? 50 maximum. Egy nem létező pártot oda vett maga mellé a narancs, azért, hogy legyen egy nemzeti színű keresztény jelvény is. Abba a pártszövetségbe, amit ők oda tesznek majd a választók elé. Hölgyeim és uraim, elnézést, hogyha sokat beszéltem, de higgyék el, nagyon fontos,
hogy ezeket az alapigazságokat elmondjam, mert sajnos az az érzésem, hogy a napi nem agymosás, mert a mosás tisztít, a napi agyfertőzés, ami a médián keresztül jön, folyamatosan jön, az annyira eltompította már a magyar agyakat, hogy néha én magamon is azt veszem észre, hogy né, hát elhiszem, amit mondanak, pedig amikor kérdeznek, se mondanak igazat.